havasi ikravirágnak, tehát az Arabis kaukázikának van egy fantasztikus fajtaja, ez a Little Treasure Deep Rose, tehát ez a mély rózsaszínű, bármit is jelentsen ez. Hát nekem ez lilának tűnik úgy egyébként, na persze én egy férfi vagyok, úgyhogy akármit is jelentett ez a Deep Rose, mindesetre így néz ki, kérem szépen, fantasztikus szép felületeket lehet vele befuttatni. Sokan amikor kérdezik tőlem, hogy hát mivel takarjam a talajt, hánccsal, vagy kővel, vagy geotextiliával, hát kérem szépen, miért nem havasi ikravirággal takarja le a talajt, falukban, meg különböző helyeken, ugye lehet látni általában, hogy az árakparton ezek az ikravirágok mennyire gyönyörűek, ezek a havasi ikravirágok. Hát kérem szépen, a kertészetemben ilyen kiszerelésben kapható, minden cserépre rá van írva latinul, magyarul, tehát eltévezhetetlen, tehát amikor ő megkapja a kertészetem teherautójával kiszálltott növényeket, akkor mindig pontosan tudja, hogy mi van abban az adott cserében, szépen ki lehet ültetni ilyen hármas kötésben. Hát azt szoktam mondani, hogy egy négyzetméterek mondjuk egy olyan 5-7 darabot, ha ültet, akkor lényegében azon a nyáron már tökéletesen eltakarja a talajt. Ha öntözi, a tápanyagú, szép, laza, finom, jó víz és levegőháztartású földbe teszi be ezt a havasi ikravirágot, akkor bizony gyönyörűen, homogénen tudja takarni a talajt. És akkor e fölé lehet ültetni magas törzsű rózsát, különböző fantasztikus cseréket. Lényeg az, hogy a nap onnantól kezdve már nem fogja kiszárítani a talajnak a legfelső felszínét, úgyhogy kérem szépen ez egy hasznos és egyben gyönyörű, hát általában ugye március végé és május közepe között virágzik, ez elhelyezkedéstől, sok mindentől függ, és hogyha így egy darabot tartok így a kezembe, akkor persze ez egy lazábbnak tűnő virágzási forma, de itt szépen sűrűn vannak egymás mellett, ugye ebben a tálcában, de gyakorlatilag amikor ki van ültetve, akkor pontosan ugyanilyen áthatóhatatlan szőnyeggé áll össze, és hát kérem szépen egészen megkapó és fantasztikus látvány.